A bommol a vicc lényegét már elmondta Hegedűs Géza. Hölgyeim és uraim, nem készültem beszédre, de ha itt vagyok, valamit azért mondanék. Hogy az önök arcában nézve szép reminiszcencia gondolni vissza a 15-16 évvel ezelőtti összejövetelekre ugyanezen a téren. Ez akkor azt mondtuk, hogy barna eső hull. Tényleg volt valami kémiai vegyület, ami esőzött akkoriban, és a barna esőt hát azonosítottam ugye a náci eszmékkel, viselkedésekkel. Azért nyitottuk ki most az esernyőt, hogy emlékeztessünk erre a mozzanatra, és arra, hogy mindig készen kell lenni arra, hogy erőszakos, vad, embertelen ideológiákat félresöpörjünk. Nem méltóak hozzánk. Újabban a durva beszéd, a szitkozódás, az egymás gyalázása elterjedt, és meg kell mondanom, hogy azok az emberek, akik most itt beszéltek, és beszélni fognak még, közülük egyik sem követte el ezt a bűnt, az méltó emberi nyelv, a tisztes gondolkodás és az egymás megbecsülését, vagy akár szeretetét kívánó vallási erkölcs ellen. Azok, akik a vallás emelkedett igéi mögé húzódnak, talán kövessék ezt a javaslatot a saját beszédükben is, tiszteljék vitapartnereiket, hallgassák meg, a méltányos párbeszéd stílusához térjenek vissza. Engedjék meg, hogy egy percre felidézzem a francia elnökök televíziós vitájának a lefolyását. Miután a két elnök jelölt befejezte a mondókáját, utána két kiváló irodalmár a két jelölt stílusáról, francia stílusáról beszélt. Én azt szeretném, hogyha Magyarországon is a vitázó politikusok után ott lennének a szigorú irodalomkritikusok, akik megvizsgálják, hogy egyrészt értik már, hogy mit akartam mondani. És kérem, legyenek ilyen igényesek és szigorúak minden politikai beszéddel. Az ember olyan, mint a beszéde. Sőt, néha az ember olyan, mint az öltözete, ha azzal valamit mondani akar. Ha én nyilas jelvényeket tűzök magamra, akkor valószínűleg azért teszem ezt, mert rokon szenvez ember. Aki rokon szenvez, az nincs nagyon messze már tőlük. De ha egy csepp történelmi otthonossága, tájékozottsága van, akkor tudja, hogy mi minden jár ezzel. Aki pedig tudja, és mégis rokon szenvezik, hát az igen furcsa ember. Ez a legkevesebb. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, önöknek leginkább azt kívánom, hogy derűs magabiztossággal nézzenek maguk elé, maguk körül, embertársaik szemébe, és jelentsék ki, hogy mit akarnak, és mit nem akarnak. És olyan dolgokat akarnak, olyan dolgokat nem akarnak, amiben egyetértenek velük a jó érzésű emberek ebben az országban. Minden jót kívánok! Hölgyeim és uraim, Demszky Gábor! Polgártársaim, budapestiek, magyarok, tisztelt egybegyűltek! Ma itt mi, ahogy többektől már hallották, legutóbb Konrád György
barátomtól. Mi szabadság és béke szerető, a szabadságunk és békességünk megvédésére elszánt magyar polgárok újjáélesztük a demokratikus chartát. A demokratikus charta felhívását annak idején éppen 17 éve tették közzé vezető értelmiségűek és szabaderő politikusok. 1991. december 7-én a budapesti városházán, azt is mondhatjuk, hogy a főváros kebelén alakult mozgalommá a charta. Az akkor ébredő szélső jobboldallal szemben kellett megvédenünk az új magyar demokráciát. Akkor alig néhány hónappal a rendszerváltás teljes eufóriája után riadtan és valamennyien megdöbbenve tapasztaltuk, hogy hogyan üti fel a fejét a kirekesztés, a rasszizmus, az idegengyűlölet, és felháborodtunk a politikában megjelenő kódolt zsidózástól, és visszolygással tekintettünk a Forti rendszert felmagasztaló csendőr romantikára. Féltettük a nemrégiben született magyar demokráciát, kiálltunk érte, lelkesek és talán még naívak voltunk. Nem is sejtettük akkor, hogy egykor majd legyintünk csupán, ha az akkori szélső jobboldali megnyilatkozásokra kell visszagondolnunk. Ami akkor országos felháborodást okozott, ma már lassan említése sem méltó. Az akkor botrányos csurkadolgozat ma fel sem tűnne a magyar hírlap publicisztikai rovatában sajnos. A minket akkor joggal felháborító szalonzsidózás és úri rasszizmus olyan távol van a mai szélső jobboldal szóhasználatától, mint a tiszti kaszinó a nyilasháztól. Egy politikai vitától ugyan hangos, de szerencsére atrocitásoktól mentes, békésnek mondható másfél évtized után az utóbbi két évben a szélsőjobbról érkező verbális fenyegetés és fizikai erőszak szétterjedt, mondhatjuk, az egész országban. Városaink, falvaink, utcáin egyenruhás gárdisták menetelnek. Szélső jobboldali vezérjelöltek és internetes portálok származásuk, véleményük vagy szokásaik miatt nyilvánosan magyar ellenes, ellenséges célpontként neveznek meg egyes embereket és csoportokat. Békésen felvonuló emberekre és házaikra nem csak köveket, hanem molotov koktélt is hajítanak. Vandál rohamcsapatok menetrendszerűen rombolnak mindenütt, és főleg itt a budapesti utcákon. Utcaköveket tépnek fel, kirakatokat, autókat vernek szét. Velük szemben meg kell védenünk magunkat, a szabadságunkat biztosító, félelemmentes, békés magyar demokráciát. Azért gyűltünk itt össze, hogy kinyilvánítsuk Bibó Istvánt idézve, hogy mi nem félünk. És azokkal szemben is megvédjük a magyar demokráciát, akiknek a megnyilvánulásai felbátorítják ezeket az elvadult embereket. Mert vannak politikusok, akik egyszerűen idegen szívűeknek nevezik a rivális politikai oldal híveit. Vannak, akik szóban elítélik az utcai erőszakot, de előtte, pontosan idézem, kormány elleni megindulásra, nemzeti ellenállásra biztatnak fel. Vannak, akik ájtatosan rácsodálkoznak a nyílt rasszizmusra, de az önkormányzatokban, itt Budapesten is koalíciót kötnek a rasszista gárdát létrehozó szélső jobboldali párttal, a Jobbikkal. Ezek a farizeus, álszent, kettős beszédet alkalmazó, cinikus,
politikusok, mondjuk ki, nem demokraták. És ez a politikai kettős beszéd szétrombolhatja a magyar demokráciát. De nem csak a politikának van felelőssége. Vannak sajnos bírák, akik elképesztő indoklással mentik fel, vagy nevetségesen enyhe ítéletekkel marasztalják el a rendőrséggel és valamennyünkkel szemben tetleges erőszakra is vetemedő bűnözőket. Vannak napilapok, amelyek szerkesztőségi cikkekben állnak ki az antiszemita és roma ellenes előítéletek hirdetői mellett, illetve ilyeneket hirdetnek. De kedves barátaim, nem lennénk őszinténk, ha nem beszélnénk arról, hogy nekünk demokratáknak is van felelősségünk. Sokat tanulhattunk a 17 évvel ezelőtti demokratikus karta hibáiból is. Akkor parlamenti pártok, az SZDSZ, az MSZP és még a Fidesz is aláírták a kartát. Hiba volt. Örülök, hogy ma itt senki nem pártok nevében jött el. Ha a demokrácia védelméről van szó, nem zárhatjuk be magunkat politikai szekértáborokba, pártokba. Az átjárhatatlan, átléphetetlen határnak nem a demokratikus irányzatok között kell lennie, hanem a demokrácia baloldali, liberális vagy konzervatív hívei, a demokraták és a kirekesztő, szélsőséges kisebbség között kell ilyen határt húznunk. A mi felelősségünk az, hogy ezekben a helyzetekben, a mostani helyzetben például felülemelkedjünk a mindennapi ellentéteinken. Tudom, hogy sok barátunk ma azért nem jött el ide, mert attól tart, hogy jelenléte egyben pártpolitikai állásfoglalásnak is minősül a kormány vagy a kormányfő mellett. Pedig éppen azzal bizonyítjuk, hogy mi szabadságszerető, baloldali, liberális vagy konzervatív demokraták vagyunk többen, ezekben a pillanatokban egyáltalán nem méricskérünk. Nem mérjük, hogy holnap kit mutat ki alkalmi győztesnek a politikai barométer. Mert lehet, hogy az e-fajta taktikázással elérjük, hogy politikai versenytársunk nem nyeri meg a holnapi hírversenyt, de közben együtt elveszítjük a holnap utánt a demokrácia ellenségeivel szemben. Mi ebben a helyzetben nem méricskélhetünk és nem taktikázhatunk. Mi, akik itt vagyunk együtt, nem a kétnapos demokráciákban hiszünk, hanem a szabad, előítéletmentes európai Magyarországban. A kartának pedig olyan iratlan normának kell lennie, amelynek szellemét minden magyar demokrata elfogadja. Mi, akik itt vagyunk, azt gondoljuk, emberség és magyarság nem zárják ki egymást, hanem kiegészítik. Embernek és magyarnak maradni akkor is, ha mások magasra emelik a gyűlölet fáklyáját, ez most a mi legfőbb feladatunk. Mindannyian tudjuk, hogy miért kell újjáéreztenünk a kartát. Mert a szemünk láttára az erőszak egyre szélesebben gyűrűzik. Új lipótvárosi jegyirodák, alvó falusi roma gyermekek, politikus lakások, meleg felvonulás, kulturális rendezvények, bírák váltak fenyegetések vagy nyílt erőszak célpontjaivá. Is. Nem dobálják meg, teszem hozzá. Bocsánat, ennek a folyamatnak gátat kell vetnünk. Hollán Ernő utcában szegeztünk először békés erőt az erőszakkal szemben. Egy bátor, konzervatív helyi képviselő fogott akkor össze civilekkel, liberális és szocialista politikusokkal. És akkor egy rövid pillanatig senki sem vizsgálta, kinek származik előnye abból, hogy elment és szembenézett az átpácsávos handabandázókkal. Ott a helyszínen. És ennek köszönhetjük,
hogy azon a napon minden demokrata, minden magyar demokrata csak nyert.